Nagyon örülünk, hogy egy ilyen győzelmet tudtunk aratni, hiszen az első mérkőzésünk, hát mondhatjuk úgy, nem túlságosan jól sikerült, és örülök, hogy ki tudtuk valamilyen szinten javítani a hibánkat. De remélem, hogy innentől kezdve nem lesz megállás, és a következő mérkőzésen is legalább így fogunk játszani. Összeült a csapat. Tudtuk nagyon jól, hogy még egy olyan meccsünk nem lehet, mint az első mérkőzés volt. Meg akartuk mutatni az igazi arcunkat, és szerintem ez a magyar válogatott igazi arca, amikor küzdünk egymásért, és ez volt a különbség. Ugye Ele Gábor és Dani Gábor tegnap azt mondták, hogy nekik nem tetszett az az akarat, amivel játszottatok a horvátok ellen, és ezt nektek az öltözőben is elmondták, ez mennyire paprikázott fel titeket, hogy megmutassátok nekik is, hogy már pedig ti nagyon akarjátok ezt az EB-t. Az előző meccsen is akart a csapat szerintem, csak valószínűleg kifele nem látszott ez annyira. Most inkább figyeltünk arra is, hogy tényleg belül is akarjunk, de ez látszódjon is, hogy mindenki tudja azt, hogy mi igenis itt akarunk lenni, igenis győzni akarunk. Én azt gondolom, hogy akartuk a győzelmet ugyanúgy, csak talán nem tudom, talán nem tudott olyan hőfokon pörögni a csapat azon a mérkőzésen, mint a mostanin, és most valóban úgy mentünk ki erre a mérkőzésre, hogy bármi van, mi itt ezt a két pontot el szeretnénk vinni, és azt gondolom, hogy nagyon jó sikerült, hiszen támadásra nagyon sok gólt tudtunk lőni, a védekezésünk is nagyon jól összeállt, kapus teljesítményünk is volt. Szóval azt gondolom, hogy tényleg úgy magunkat mutattuk, amit tudunk. Igazából nem számított, hogy ők most fáradtak, nem fáradtak, mi magunkra koncentráltunk, arra koncentráltunk, hogy játszunk egy jó mérkőzést. Ugye nekünk nagyon fontos, hogy minél több mérkőzésünk legyen együtt, hogy tudjunk összeszokni. És úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak a mentalitása, hogy az elején nagyon mutatják kifele, hogy ők nagyon kemények, nagyon meg akarnak minket félemlíteni. Viszont amikor összeállt a csapat, és elkezdtünk több góllal vezetni, akkor úgy érzem, hogy akkor ott kicsit megtörtek, és ott talán kijött az is, hogy elkezdtek fáradni. Azért szerintem szoknia kell a csapatnak, az edzőkre, hogy össze kell szokni. Úgy gondolom, hogy most kommunikálta a csapat az edzővel, és megegyeztünk egy olyan dologba, ami a védekezőknek is jó, és az edzőnek is. És akkor szerintem így állt össze ma a védekezésünk ennyire jobb, vagy ennyivel jobban. És ugye, hogyha jobb a védekezés, akkor jön a kapus teljesítmény. Abból jönnek a gyors gólok, és hát igen, a kommunikáció nagyon fontos volt szerintem. Kellő önbizalmat adott ez a folytatás, hiszen a hollandok elleni meccs lesz most igazán a fontos a továbbjutás szempontjából. Nagyon remélem, nagyon remélem, nagyon fontos lenne egy jó mérkőzést játszani.